Ercsi város tisztelt népe! Újra eltelt egy év, és újra elérkezett a kereszténység legszentebb ünnepe, a karácsony, amikor a hívők Jézus Krisztus születését ünneplik. Ugyanakkor karácsonykor nem csak a hívők, hanem a nem hívők is ünnepelnek, hiszen ez a szeretet ünnepe, amikor mindenki kicsit hátrahagyhatja a mindennapok rohanását, és feltöltődhet szerettei körében, úgy testben, mint lélekben. A jó ételek és az ünnepi lakoma mellett fontos ugyanis a lelki feltöltődés is. Fontos, hogy nyitott szívvel, önzetlen szeretettel figyeljünk egymásra. A karácsony, az ajándék és a szeretet ugyanis nem lehet puszta dekoráció, amit arra használunk fel, hogy másokból elismerést váltsunk ki. A karácsony nem azért van, hogy háttérképként szolgáljon a családi fotókhoz, és az ajándék sem azért, hogy az ajándékot adó bezsabelje érte a dicséreteket. A lelki feltöltődéshez ugyanis nem az kell, hogy a karácsony eszközként használva ünnepeltessük magunkat virtuális ismerősök előtt. Ne hagyjuk, hogy a valódi emberi mi voltunkat háttérbe szorítsa egy mesterséges kép, amit magunkról vagy a családunkról mutatni szeretnénk. Keressük inkább egymásban és magunkban is a valódi embert. Ugyanis ez kell az igazi lelki feltöltődéshez. Nyugalom, befelé fordulás és mély személyes beszélgetések szeretteink, barátaink körében, amire a karácsony jó alkalmat szolgáltat mindannyiunk számára. Nem mehetünk el ugyanakkor amellett sem, hogy az idei karácsony az elmúlt időszak egyik legnehezebb karácsonya lesz. Az országosan elszálló infláció és energiaárak miatt mindenkinek egy kicsivel kisebb karácsony kell terveznie, mint az elmúlt időszakban. Ahol pedig eleve kicsi volt a karácsony, ott súlyos válsághelyzetek is kialakulhatnak. Az önkormányzat ezért lehetőségeihez mérten igyekszik minél több rászorulónak segíteni szociális tűzifa támogatással, illetve ha szélsőségesen hidegre fordulna az időjárás, akkor idén is rendelkezésre fognak állni a kijelölt melegedőpontok. Kérjük, hogy aki bajba jutottakat lát, az jelezze az önkormányzat felé, illetve aki szeretne segíteni, az vegye fel a kapcsolatot a szociális szolgálattal, akik folyamatosan gyűjtenek tartós élelmiszereket, melegruhákat és takarókat a bajba jutottak számára. Figyeljünk egymásra karácsonykor és az év további részében is. A magam és az önkormányzat nevében kívánok mindenkinek békés, szeretetben és igazi feltöltődésben gazdag boldog karácsonyt!